Hello mindenki! Ebben a videóban Startfail timelapse-ről fogunk beszélni, hogyan tudjátok ti is megcsinálni. Szuper egyszerű, tartsatok velem! Hello még egyszer mindenkinek, egy villám bemutatkozás, én Nagy Zoltán vagyok, lelkes amatőr fotós, és két epizóddal ezelőtt itt a csatornán az volt a téma, hogy hogyan tudunk ilyen Star Trail képeket csinálni, akár még városban is, otthonról, akár az erkélyről is. És többen kértétek, hogy annak az elején volt egy intro jelenet, amiben ilyen Star Trail timelapse-et csináltam, és hogy ezt szeretnétek megtudni, hogy hogyan csináltak, és hát a nép akarata szent, úgyhogy most ez lesz a téma. Tudni kell, hogy millió-millió módon meg lehet ezt csinálni. Én ebből kettőt fogok villámgyorsan megmutatni, az egyikhez szükség lesz egy videóvágó programra, én az Adobe Premiere Pro-t használom, de kiindulva abból, hogy sokatoknak ez valószínűleg nincs meg, ezért meg fogom mutatni azt is, hogy enélkül hogy lehet megcsinálni, úgyhogy mindenképpen nézzétek végig. Továbbá ki kell emelnem azt, hogy ez a folytatás annak a videónak, tehát ha nem tudod, hogyan kell Star Trail fotót készíteni, akkor lehet, hogy nem lesz teljes mértékben érthető számodra ez a videó, és érdemes a másikkal kezdeni, hogyha teheted, de ha meg azt már megnézted, vagy érted, hogy tudod, hogy kell csinálni, akkor csak tarts velem, mert szuper egyszerű lesz. Vegyük fel ott a fonalat az előző videóban, ahol ugye megszerkesztettük a képeket. Nézzük a képernyőt nálam. Lightroom-ban vagyunk, itt van a 100 darab fotó. Ez sajnos nem az erkélyes fotókat fogjuk most használni, mert én azokat megmondom őszintén már letöröltem, de azóta én csináltam még egy ilyen éjszakai fotózást a Gyöngyösi zsinagógánál, és ezt fogjuk most felhasználni. Amit látjátok, van itt nekünk 100 darab fotónk. Semmi más dolgotok nincs, mint ahogy azt mutattam az előző videóban, szerkesztétek meg őket, majd exportáljátok ki JPG-be. Ha kijelölöm itt az összes már szerkesztett képemet, itt van egy ilyen, hogy jobb klik, export, és az én beállításaim nagyjából így néznek ki, megadom a helyet, hogy hova mentse le, JPG, sRGB, jó magas felbontás, és itt ez egy érdekes rész, resize to fit, itt akár le tudod méretezni a képeket, tehát hogyha mondjuk csak a W, ugye ez a wide, a szélességét adod meg, akkor meg tudod adni, hogy mondjuk ez Full HD széles legyen, az 1920, az 1920 pixel, vagy Full HD, vagy akármilyen felbontást, amit szeretnél. Én azért nem csinálom ezt most meg, mert van egy nagyon nagy előnye annak, hogy a teljes méretű képeket használunk, bár egy kicsit gépigényesebb és időigényesebb, de miért látni fogjátok. Majd ne csináljon semmit, ne nyissa meg a Photoshopba semmi, nyom rá, hogy export. Mire most nem nyomok rá, mert nekem már ki vannak exportálva. Ha ezzel megvagyunk, akkor szükségünk lesz egy ingyenes programra, aminek az a neve, hogy StarStax. És ez elérhető Apple gépekre is, meg Windowsra is, és töltsétek le innen. Ennek a linkjét, meg az összes programnak a linkjét, amit itt használunk ebben a videóban, azt megtaláltok abban a blogpostban, ami a weboldalamon van, az olexplorer.com-on, aminek pedig a linkje a videó alatti leírásban van. Tehát mindenféleképpen arra kattintsatok rá, és akkor meg fogjátok találni ezt a programot, vagy csak googlizzátok le. Miután letöltöttétek, csak indítsátok el. És amit látjátok, ez egy első ránézésre egy faik egyszerű program, amúgy elég jó dolgok vannak benne, még én sem fedeztem fel teljesen, mert jellemzően jobban szeretem a Photoshopot használni szinte mindenre. Itt van egy lépés, ami nagyon-nagyon megkönnyíti a mi dolgunkat. Keresétek meg a fájlokat, amit az előbb kiexportáltatok JPG-be, jelöljétek ki az összeset, meg húzzátok ide bal oldalra be. És amit látjátok, itt is vannak a fájlok. A következő lépés, ugye ha emlékeztek, a Photoshopban azt csináltuk, hogy mind a 100 képet így beraktuk egyszerre, átállítottuk a blending módot, és hirtelen az összes csillag ugye csíkot húzott. Most pontosan ugyanezt fogja nekünk csinálni ez a program, csak nem egyszerre fogja megcsinálni mind a 100-zal, hanem egyesével. Tehát először lementi az első képet, aztán az első kettőt, aztán az első hármat, az első négyet, és így szépen lassan minden egyes képről a képre egyre hosszabb lesz ez a csík. Ahhoz, hogy ezt megcsinálja nekünk a program, itt jobb fölül rá kell kattintani erre, itt van egy Lighten Mode, amit ugye beszéltünk, Save After Each Steps, és ugye ez itt a kulcsa az egésznek, ez legyen bepipálva, adj neki egy bármilyen nevet, bármi, teljesen mindegy, adj neki egy helyet, ahol ezt az egészet lementse, csinálok egy új mappát, csak ideiglenesen, mert nekem már ez is le van mentve, és ennyi. Ha ezzel kész vagyunk,
akkor bal fölül itt a negyedik ikon Start Processing. És ide bejövök, és láthatjátok, hogy itt az új mappába szépen lépésről lépésre nekünk menti le a képeket. Mivel nekem már ez is le volt mentve, ezért én ezt most leállítottam gyorsan, nézzük is meg a mappát. Ugye itt vannak a fotóink, ez egészen pontosan 100 kép. És ha megnézem ezt egy kép nézegető programban, akkor láthatjuk, hogy ez az első kép, itt még állnak a csillagok, de egy pár képpel lejjebb, látjátok, már szépen elkezd csíkot húzni, és egyre hosszabbat, és az utolsó kép már nagyon hosszú csíkot húznak a csillagok. Ezt fogjuk mi most kihasználni. Most a Premiere Pro-ban vagyunk, az Adobe Premiere Pro-ban. Én már behúztam ide egy zenét, amit majd fel akarok használni, de amit látjátok, semmi más nincs még itt. Jobbklik, Import, keresd meg a mappát, ahol a képeid vannak, jelöld ki csak az első képet, semmi más, csak a legelső, és ez itt, ez az Image Sequence, ez legyen bepipálva. Nagyon hogy megnyitás. Amit látod, itt megjelent egy darab látszólag JPG fájl, de ez nem JPG, hanem szerencsére egy videó. Behúzom ide, és ha megnézzük, ez valóban egy videó, láthatjuk, ahogy szépen videóvá változnak a képeink. Mivel nem méreteztük le Full HD-re a képünket, ezért hatalmas valószínűleg ez a videó, úgyhogy állítsuk is át a sequence-et. Sequence settings-be, ha belemegyünk, akkor láthatjuk is, hogy 5184x3888 pixel. Ez legyen inkább mondjuk csak 1920x1080, ugye ez a Full HD felbontása. Nyomok egy oké. Láthatjátok is, hogy a videó még mindig itt van, csak nagyon be van zoomolva, úgyhogy ide megyek az effect fűre, úgyhogy ki van jelölve a videónk, effect, és itt van ilyen egy scale. És ezt lehúzom annyira, hogy mondjuk 37% az nekem pont így kiér a két szélére. És itt a positionnél, itt tudjuk jobbra-balra mozgatni, illetve tudjuk föl-le mozgatni ezekkel a számokkal. De most, hogyha én azt akarom, hogy itt legyen egy kis mozgás, tehát mondjuk induljunk innen, akkor ide a positionnél ide nyomok egy ilyen kis keyframe-et, az a neve, ide húzom a legelejére, és a vége felé már mondjuk érjen föl idáig. Ezt ide húzom a végére. És hogyha most megnézzük, akkor látjátok, hogy most van benne egy ilyen mozgás. És miután még hatalmas mozgásterünk van itt, meg ez egy óriási kép, és ez az előnye annak, hogy nem méreteztük le, csináljunk róla egy másolatot. Az Alt gombot folyamatosan nyomom, megfogom, balegér gombbal arrébb húzom, láthatjátok, hogy van egy tökéletesen ugyanolyan videó. Ezt a mozgást én innen kiveszem, tehát erre rákattintok, törlöm őket, és mondjuk most egy kicsit följebb, zoomoljunk be, mondjuk ilyen, nem is tudom, 75%-ra, már legyen inkább csak 8, vagy be, nem is tudom, legyen inkább csak 60%-ra, picit följebb állítom, valahogy így, és azt mondom, hogy most a position és a scale-t is mentse el, ez a kiindulási pontunk, és nem ezt akartam, és utána pedig a scale-t elkezdjük kifelé húzni, mondjuk körülbelül 39 vagy akár 37%-ig megint, illetve a position-t beállítom valahova, tehát ez tényleg tetszés szerint, ami nektek tetszik. Majd ha most megnézzük, akkor láthatjuk, hogy van még egy videónk, ahol pedig így szépen kizumolunk. Csak egy picit földobjuk ezt az egészet, bekészítettem ide egy zenét, behúzom ide alá, levágom a végét, ez nem kell, és megnézzük most. Jó, ezek a mozgások egy kicsit csúnyák lettek, kicsit túlságosan sokat mozog, még nem olyan szép, de lényeget szerintem értitek. Ha kész vagy és le akarod menteni, akkor csak nyomsz egy Ctrl-M-et, de úgy, hogy itt ezen a rész, ezt van kijelölve, itt vagyunk a timeline-on, nyomsz egy Ctrl-M-et, följön ez az ablak, kiválasztod, hogy mondjuk a YouTube Full HD, vagy ami neked szimpatikus, hova akarod menteni, erre rákattintasz és adhatsz neki egy állomást, mondjuk én az asztalra akarom menteni, Use render, maximum render quality, egy kicsit jobb minőségű lesz az egész, majd rányomsz, hogy export. És miután ez egy nagyon-nagyon rövid videó, azért valószínűleg ilyen fél-egy percen belül végezni is fog. Most pedig nézzük meg a másik verziót, hogyha nektek nincs ez a vágó programotok, ehhez fogjuk tudni használni a Photoshopot. Tudtátok, hogy a Photoshopot lehet videóvágásra is használni? Hát, lehet. Nem a legjobb rá, de lehet. Itt vagyunk a Photoshopban, és itt van egy ilyen, hogy file, megnyitás, mint.
Keressük meg a képet, amit ugye az előbb lerendereltünk, itt van a StarStacks-ben nekem, ugye itt van ez a frissen lerenderelt képsorozatunk. Megint kiválasztom az elsőt, képsorozat, megnyitás. Az első kérdés az, hogy hány képkockás legyen a videó, ugye 100, nekem 100 képből áll, én 25-re állítom, mert az az európai szabvány, de mondjuk Amerikában ez 30, a hollywoodi filmeknél meg olyan 24 körül van. Én most ezt 25-re állítom. Így a 100 darab képből nekünk pontosan 4 másodperc hosszú videónk lesz. És amit látjátok, itt is van. Viszont ti valószínűleg ezt az alsó részt nem fogjátok látni. Alapból az ablak idővonal legyen benyomva. Amit látjátok, valószínűleg ezt fogjátok látni. Ablak, idővonal, és már látjátok is ezt az alsó timeline-t. Itt át tudjátok állítani, hogy mennyire jól tudjátok látni. Miután ez hatalmasak ezek a fájlok, és a Photoshop nem videóvágáson kitalálva, ezért hogy most nyomok egy space-t, hát akkor elég gyéren játsza le, amint látjátok. De itt fölül látszik egy ilyen zöld csík, az annyit jelent, hogy az a rész lerendereli, tehát hogyha én most megállítom, és visszamegyek az elejére, akkor ezt már gyorsan fogja tudni lejátszani. És így is van. Tehát, hogyha hagytok neki egy kis időt, akkor majd látjátok, hogy hogyan is néz ki ez a videó. Kezdjük azzal, hogy a videónak jelen pillanatban a kép arányai valószínűleg nem jók. Tehát igen, jó esetben, hogyha mondjuk YouTube-ra vágunk valamit, akkor ezt 16:9-es képarányban szeretnénk, tehát ilyen kicsit ilyen széles vásznú. Úgyhogy bal oldalt itt van ez a vágó eszköz, erre rákattintok, az aránynál kiválasztom a 16:9-et, vak vagyok, itt van, 16:9-et. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez ne legyen bepipálva, levágott kép törlése az legyen kikapcsolva, maradjon meg az egész kép. Állítsuk be úgy, hogy ahogy akarjuk, hogy a videónk mondjuk majd kezdődjön, mondjuk valahol itt, és nyomjunk egy Enter-t. Ups. Na értsen. Mondjuk valahol itt, így van, nyomok egy Enter. Itt fog kezdődni a videónk. Ugye ebbe is szeretnék beletenni egy kis mozgást, egy picit izgalmasabb legyen, tehát fogom, és ezt itt lenyitom, itt van egy ilyen pozíció, és ezt behúzom ide az elejére, tehát ebből a pozícióból indul. Van egy ilyen mozgás, ugye ez a mozgási eszköz, megfogom ezt a képet, még így fölmozdítom ebbe az irányba. Valahogy így. És ugye itt most megint van egy ilyen kis keyframe-ünk, ezt pedig idehúzom a végére, és most, hogyha megnéznénk, és le tudná játszani a Photoshop, akkor látnánk, hogy ugyanígy benne van ez a szép mozgás. Hogyha zenét is akarunk beletenni, most visszacsukom, akkor láthatjátok, hogy van itt egy ilyen nagy hangsáv, ide rákattintok, hang hozzáadása, kiválasztok egy bármilyen zenét, mondjuk ez jó. Amint láthatjátok, ittünk egy kicsit kizummolni. Ez a zene ez sokkal-sokkal hosszabb, mint maga a videó, úgyhogy ide megyünk a klip végére. Van egy ilyen egy vágás, és letöröljük, kijelölöm, majd delete, letörlöm a végét. És itt van a teljes videónk, és most már szele is van alatta. És ha le akarjuk menteni ezt a videót, akkor csak rákattintok erre az ikonra, megjelenik ez, adunk neki egy bármilyen nevet, megmondjuk, hogy hova mentse le, mondjuk az asztalra, és itt mondjuk beírjuk azt, méret, itt van HD, melyik legyen, HDTV, 1920x1080, 25 képkocka, tökéletes, rányomunk, hogy rendelés. És ez megint el fog tartani egy darabig, mint mondtam, a Photoshop nem kimondottan videóvágásról kitalálva. Hát ennyi volt! Nem egy agysebészet, szuper egyszerű, bárki meg fogja tudni csinálni utána, biztos vagyok benne. Az előző videóban ugye bereklámoztam a fotós Facebook csoportunkat, a Fotózás, Videózás, Drone néven fut, és nagyon sokan jöttetek, és elképesztő képeket töltettetek fel. Nagyon bízom benne, hogy aki még nem tette, az most csatlakozik majd a kis csoportunkhoz, és tovább növekszünk, és segítünk egymásnak tanulni, fotózni a jövőben. Azon a csatornán is. Illetve még egy dolog, ha valakit komolyabban érdekel a táj, vagy városfotózás, vagy az utazás közbeni fotózás, az pedig mindenféleképpen menjen fel az oktatás.zolexplorer.com oldalra, linkek a videó alatti leírásban, illetve abban a blogpostban, amit az elején említettem. Köszönöm a figyelmeteket, és végig napot!